Világunk és azon túl. Space. Együttműködésben az Európai űrkutatási ügynökséggel. Üdvözlöm Önöket a Space-ben! Ma az űripar termékei körülvesznek minket a navigációban és a telekommunikációban, és a tudományt olyan high-tech létesítményekben űzik, mint ez itt. Az európai űrkutatás elmúlt 50 éve rendkívül kalandos volt, ezt a történetet mondjuk el ma. De először lássuk a hónap legfontosabb űrkutatási híreit. A NASA-nál zöld lámpát kapott az OSIRIS-REx küldetés. Egy olyan űrjárművet építenek, amely mintákat hozhat vissza egy aszteroidáról 2023-ban. Megérkeztek az első képek a kanadai Earthcast nevű cégtől, amely nemrég egy majdnem valós idejű képet adó HD kamerát szerelt a nemzetközi űrállomásra. Mai fő témánk, Európa 60-as években a hidegháború kellős közepén tette az első lépéseket az űrkutatásban. 50 évvel ezelőtt a világ már az űrverseny lázában égett. A Sputnik elküldte az első jeleket, Yuri Gagarin már járt az űrben, az Egyesült Államok és a Szovjetunió vetélkedése hajtotta a tudományt előre. A világ elképesztően törékeny, veszélyes hely volt. A szuperhatalmak vetélkedése talán akkor volt a csúcson, a kubai rakétaválság idején. Én fiatalember voltam, és egész biztosan azt gondoltam, hogy az lesz a világ vége. Szerintem nem voltam ezzel egyedül. Ebben a feszült helyzetben lépett fel két európai fizikus, az olasz Eduardo Arnaldi és a francia Pierre Auger, akik szentül hittek abban, hogy a rakétáknak és a műholdaknak a tudományt kell szolgálniuk, nem a kardcsörtetést. Azok az országok, amelyek a közös európai űrprogramba belevágtak, 20 évvel korábban gyilkos háborút vívtak egymással. Ezek az országok összegyűltek, és úgy döntöttek, olyan közös nyelvet fognak használni, amelyen nem lehet őket egymásra úszítani, a tudomány nyelvét. Arnaldi és Auger vezetésével Európa két űrügynökséget alapított. Az ELDO nevű a rakétaprogrammal foglalkozott, az ESRO pedig az űrtudománnyal. Az első években a költségvetés nagyon korlátozott volt, és olykor magasra hágott a feszültség a partnerek, különösen az angolok és a franciák között. A 60-as évek végén azt mondták, rendben, el kéne kezdeni összeolvasztani a két szervezetet. Voltak ilyen nekibuzdulások. Végül a programot egy nagyon-nagyon feszült találkozón dolgozták ki 73-ban. Ez lett az alapja az új egységes szervezetnek. Az űrtudomány lett a kötelező program. Nem azért, mert a felek annyira oda voltak érte, hanem pont azért, mert senki nem akarta finanszírozni. Ez a kényszerű húzás hatalmas lendületet adott az Európai Unió kutatás fejlesztésének. De Európának még mindig hiányzott valami ahhoz, hogy valódi tényezővé váljon az űrkutatásban. Egy saját rakéta. A németek az Ariane fejlesztése ellen voltak, a britek pedig elképesztő vehemenciával ellenezték a rakétaprogramot. A franciáknak kellett azt mondaniuk, hogy már pedig megcsináljuk, és ezt De Gaulle-nak és az ő Egyesült Államokkal szembeni gyanakvásának köszönhetjük. Az Ariane kétségtelenül az európai űrprogram legnagyobb sikere. Az Ariane 1-et 1979-ben lőtték fel először. Bár elsősorban a telekommunikációs szektor szempontjait figyelembe véve tervezték, több űrkutatási küldetést is elvégzett. A korai eredmények egyike volt, hogy 1986-ban a Giotto űrszonda közel repült a Halley üstököshöz, és képeket készített róla. Több mint 40 évet lehúztam az űriparban, de a legélénkebb emlékem még mindig az az éjszaka, amikor a Giotto találkozott a Halley üstökössel. Egész éjjel tombolt bennünk az adrenalin, mert működnie kellett, és nagyszerűen működött is. Aztán hirtelen, amikor a legközelebb kerültünk, valami eltalálta a szondát, és az megrázkódott. Majd elvesztettük vele a kapcsolatot. 20 perc után jött vissza. Elképesztő volt, semmit se lehetett tenni, csak nézni, hogy mi lesz, és érezni a kollégáiddal, az összes emberrel, aki akkor ott volt, hogy ez tényleg egy hatalmas, egy nagyszabású esemény. 10 évvel később jött az európai űrkutatás legnagyobb kudarca. Az új Ariane 5-ös rakéta legelső útján rendkívül értékes klaszter műholdakkal a fedélzetén 40 másodperccel a start után felrobbant a levegőben.
Soha nem felejtem el, hogy láttam ezeket a nagy embereket, a projekt gazdáit, ezeket az igazi óriásokat, nagy főnököket. Láttam őket egy kis hangárban sírni az irányító központ mögött. Akkor megfogadtam, hogy újra kezdjük a cluster küldetést. És meg is csináltuk. A cluster program ma is zajlik. 2005-ben az Európai űrügynökség a NASA-val közösen letette a Huygens űrszondát a Saturnus Titán nevű holdjának a felszínére. A Huygens leszállása a Titánra rendkívüli teljesítmény volt. Idegfeszítő folyamat végén jutottunk el idáig. Ez a legtávolibb landolás az emberiség történetében. A Földön a tudomány sorsa ilyen politikai találkozókon dől el. A finanszírozásért mindig keményen meg kellett küzdeni. Az ESA esetében régi alapelv, hogy a pénzt, amit egy ország befektet a programba, vissza is kapja megrendelések formájában. Fair gyakorlat, de megvannak a hátulütői. Ez arra kötelezi a nagy országokat, amelyek egyedül gyorsabban és olcsóbban meg tudnának oldani valamit, hogy nagy konzorciumokat hozzanak létre. Ha egy ország a pénz 5%-ával beszáll, akkor a high-tech megrendelések 5%-át neki kell adni. Ezt nem könnyű menedzselni. Megszervezni nehéz, de az eredmények sem maradnak el. Még mindig működik a Mars Express, működik a Venus Express, a Rosetta pedig nagyon közel van az üstököshöz. A tudomány Európája mutatja azt, hogy milyen is Európa, amikor működik. Az Európai űrprogram a leglátványosabb összetevője ennek a működő Európának. Az egyik küldetés, amely ma az emberi tudás határvidékére tesz kirándulást, a Rosettáé. Az űrjármű jelenleg 4 millió kilométerre van az üstököstől, és gyorsan közeledik. Az üstökös vadászok előző epizódjában az űrjármű műszereit indították be. Most az ESA hollandiai bázisán Matt Taylor és Fred Jansen a küldetés tudományos részét készítik elő. Tudományos szempontból most hosszú távra tervezünk, hogy mit is teszünk majd, ha ott leszünk az üstökösnél. Idén megpróbáljuk meghatározni a legmegfelelőbb pontot ahhoz, hogy letegyük a leszálló egységet. Itt az a legizgalmasabb, hogy nem ismerjük a céltárgyat. Elég a legkisebb huncutság az üstököstől, és amit most előkészítünk, mehet a kukába. Csináltattam egy tetoválást az előző misszióról, így magamra varrattam a Rosettát is. Itt van a vadállat. Hello Rosetta, szépen felébredtél a hibernációból, vége az alvásnak. Itt az idő, adjunk egyet a tudománynak. A következő Space-ben visszamegyünk az idő kezdetéig, az ősrobbanáshoz, a viszontlátásra.